A szakképzési törvény értelmében szeptembertől már csak azon gazdálkodó szervezetek folytathatnak gyakorlati képzést, ahol az adott szakmában mestervizsgával rendelkezik a gyakorlati oktató. A törvényi kötelezettség anyagi terhet jelent a cégeknek, ezért a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei cégeket is segíti. 19 szakmában összesen 180 főnek biztosítanak támogatott mesterképzést. Az elmúlt napokban többek között karosszéria lakatosok és járműfényesek fényezők vizsgáztak Nyíregyházán. A mai vizsgázók a tegnapi karosszéria lakatos mestervizsga elemeit, amelyeket festés alá készítettek a mesterjelöltek, azokat festik, fényezik, és egy mesterdarabot készítenek, amelyen bemutatják a szakmai felkészültségüket. A járműfényező mesterjelöltek egy jól felszerelt nyíregyházi cégnél vizsgázhattak, ahol tanműhely is működik. Jelenleg most 12 tanulónk van. A cégünk 20 éve foglalkozik tanulóképzéssel, hát itt több száznak mondhatnánk ezt a tanuló, aki megfordult cégünknél, és hál' Istennek elég sokan a mai napon is dolgoznak a szakmába, sőt büszkén mondhatom, hogy a mestervizsgázók között is kettő saját tanulóm van a mai napon is itt mestervizsgán. A támogatott mesterképzés és vizsga a résztvevőknek a 300 ezer forint helyett mindössze 60 ezer forintba kerül, a karosszéria lakatosok vizsgájára 10, míg a járműfényezők vizsgájára 5-en jelentkeztek. Egy erősen túljelentkezett szakma, mind a karosszéria lakatos, mind a járműfényező. A járműfényező szakmánál az egyetlen igazi probléma, hogy nagyon-nagyon szigorú az orvosi vizsgálat. Tehát a bekerülés a szakmára az nem annyira egyszerű. Tehát tényleg csak a legegészségesebb gyerekeket választják ki, hiszen ez a szakma azért egy egészségkárosító szakma. Nagyon vigyáznak, védőfelszerelésbe csinálják, elszívás van a fülkében, mint ahogy láthatták is, de attól még az a por ott van. A sikeres vizsgázók ilyen mesterlevelet kapnak majd, a 180 darab egyelőre kitöltetlen mesterlevelet még az iparkamarában tárolják.